A régi aszbestcement csöveket cserélik polietilénre, így pedig egy korszerű vízhálózatot kap a település. A Dorjánnak jelenleg 2 ivóvízkútja van, viszont ebből az egyik már elapadt, a helyi közösség szerint pedig a másik kútból is egyre inkább akadozik a vízellátás. Az elsődleges feladat a községnek és nekünk, mind a közvállalatnak, hogy biztosítsuk a lakosságnak egy új kutat, és ezzel egy tartalékot is az elkövetkező évekre. A még meglévőket is ugye tartaléknak biztosíthassuk, ami bármilyen meghibásodás esetén biztosítsa arra az adorjárniakat, hogy maximum 1-2 órán belül újra kaphatnak vizet. Eddig a vízhálózat összesen 2,5 kilométeren épült ki a Dorjánon, ami megközelítőleg 7,5 millió dinárba került. Az összeget Magyar Kanizsa község és a tartományi mezőgazdasági titkárság biztosította. Minden évben, hogyha tudjuk követni ezt a tempót, minden évben tudunk valamennyit hozzárakni darabonként a község ilyen jellegű infrastruktúrájához, és akkor itt még nem is említettem, ugyebár a magyar-kanizsai szennyvíztisztítót, ami szintén az elkövetkező 2-3 évben kell, hogy kiépüljön, akkor úgy gondolom, hogy ezen a területen is egy vezető szerepet tud betölteni Magyar-Kanizsa község. A község településein 20 millió dinár értékben történtek hasonló beruházások az idén. Legközelebb azokban a falvakban építik ki és újítják fel a vízhálózatot, amelyeket a község prioritásként jelölt meg.